Bakunybélben a történelmet azt így lélegzi az ember, még akkor is, hogyha nagyon hányattatott volt ugye itt a történelem, és az épületek, vagy a tárgyak, azok elpusztultak, eltűntek, ellopták, szóval sok minden történt. Úgy kerültem én ide Bakonybélbe, 21 évesen először életemben, hogy akkor már volt egy kérdésem, és volt egy világos elképzelés arról, hogy milyen jellegű válasz lehet az, ami erre a kérdésre igazi választ ad. Történetesen, hogy úgy gondoltam, hogy az Isten arra hív engem, hogy egészen neki éljek, hogy egy olyan életformát válasszak, amiben tényleg ő az első, valami olyasmi, hogy az ő jelenlétében szeretnék élni. Közösségre vágytam, imádságra, egyszerű életre, egyszerű emberekhez való közelségre. És érettségi után tanultam egyetemen Magyarországon, külföldön, és amikor visszajöttem, akkor már úgy néztem körül így a magyar egyházban, hogy hol lehet ilyen életforma, amire a szólítás bennem így megvan. És hát így kerültem ide 2001-ben. És nagyon megérintett a hely, tehát a környezet, a völgy, és megfogott ennek a hitelessége, vagy a tisztasága ennek az egész dolognak, hogy nem nagy struktúrák, nem nagy épületek, de hogy a lényeg megvan. És akkor azt éreztem, hogy ez itt a hely, szóval hogy ide kell jönni. Volt egy ilyen egyértelműség, hogy egy ilyen hazaérkezés élmény, hogy akkor ez lesz az a hely. És hát ennek most már 20 éve. Úgyhogy így indult az én itteni történetem. Faluban meg hát voltak fiatalok, templomba járó fiatalok is. És akkor az így nekem sokat segített, hogy hozzájuk így lehetett kapcsolódni, vagy ővelük lehetett ismerkedni, barátkozni. És hát azóta 20 év alatt nagyon sokszor bejártam a környéket, gyalog, biciklivel, lóháton. Tehát azt mondhatom, hogy tényleg itthon érzem magam, vagy otthon érzem magam. És ráadásul, hogy egyre inkább, egyre mélyebb lett az a meggyőződés, amit Kányádi fogalmazott meg egy versében, amit Bakonybélről írt, hogy akármikor jössz, itthon van az Isten, hogy Bakonybél az egy ilyen hely, főleg a Szent Kút, ahol az első szerzetesek éltek. Ugye ez a Folytonosság című vers, Kányádinak ez a verse, ez így született Bakonybélben. És a bencés hagyomány, az ugye a szerzetesi hagyományon belül még talán annyiban több, vagy annyiban más, hogy mi helyhez kötött életet élünk. Van is egy fogadalmunk, a stabilitási fogadalom. Van egy lelki oldala, tehát hogy a szerzetes arra vállalkozik, hogy belül valamilyen módon legyen egy állandó kapcsolódása a lényeghez, a transzcendenshez. És ahogyan a világban is ez a stabilitás, még egy épület stabilitása, vagy egy beteg állapotának a stabilitása, hogy az nem egy merev, statikus dolog, hanem pont arról szól, hogy meglegyen a súlypont, vagy meglegyen a középpont, ami köré mindig lehet rendezni azt, ami éppen változik, ami éppen kihívást jelent most. Tehát erről szól az egész szerzetesi napirend, hogy ezer dolog történik, építkezés van, turisták jönnek, filmesek jönnek, de vannak dolgok, amik meg fixek, tehát hogy ami nem változik, ami mindig ugyanott van. Hogy elindulunk az imádságból az emberek felé, vagy a dolgok felé, vagy az e-mailek felé, és aztán egy pár óra múlva visszamegyünk ugyanoda is. És akkor jó, akkor csináljuk jól, hogyha sosem megyünk olyan messze, hogy már nem tudunk visszatérni oda. Tehát ezt tanuljuk igazából. Ahhoz képest, hogy mi egy ilyen elvonultabb, úgynevezett monasztikus rend vagyunk, elég sokat foglalkozunk emberekkel, fiatalokkal is. Sokan járnak hozzánk lelki vezetésre. Azt tapasztaljuk, hogy az, amit mi élünk, az itt igazi, itt hiteles. És ha én elmegyek valahova, és elmondom, hogy milyen jó Bakonybélben, akkor éppen nem ott vagyok, ahol nekem lennem kell. És annak nincs olyan ereje, mint amikor valaki idejön, és itt szerez tapasztalatot. Tehát a monostornak maga a fizikai megjelenése az, hogy van egy fal, ami körülvesz minket, és ami bezár, de ugyanakkor kint is távol is tart tőlünk sok mindent. Tehát ez is megjeleníti ezt a régi bölcsességet, meg azt a, hát a szerzetesi hagyománynak azt a hozzáállását, hogy a lemondás
hogyha annak van értelme, van célja, tehát valami nem csak úgy önmagáért, hanem valami másért, valami nagyobbért van, akkor az igazi belső szabadságra vezet. Azt tudom, hogy bármit teszek itt, annak értelme van. Hogy tehát attól kezdve, hogy fölkelek, hogy megterítem az asztalt, vagy hogy gyomlálok a kertben, egészen odáig, hogy emberekkel foglalkozom, vagy könyvet írok, hogy ennek van egy olyan kerete, ami mind egy cél felé mutat, egy értelmes dolog felé mutat, méghozzá egy evilági életen túlmutató értelem felé mutat. Amikor szerzetes lettem, akkor szokás, hogy a kis szentképre valami bibliai idézetet választ az ember, és én ezt a szentpáli mondatot választottam, hogy engesztelődjetek ki az Istennel. Hogy ez egy olyan felnőttebb és kölcsönösebb dolog, hogy elengedni azokat a rossz dolgokat, amiket az Istennek tulajdonítok, és elfogadni tőle azt, hogy a köztünk lévő kapcsolat újjászületik, vagy amit a lélek újra tud teremteni. Tehát a monostorok a kiengesztelődésnek, a békességnek a helyei, és ez személyesen is fontosnak gondolom. Thank you.